2022. január 1-től a havi minimálbér összege 200 ezer, a garantált bérminimum pedig 260 ezer forint. Ezeket az összegeket kell figyelembe venni a napi, a heti és az órabér meghatározásánál, hívta fel a figyelmet a NAV baranyai sajtóreferense Adópercek című műsorunkban. Barlai Krisztinával arról beszélgettünk, hogy milyen szabályok változnak az adózásban. A szakember kiemelte a 25 év alattiak SZIA mentességét. Ez az adóalap kedvezmény, ez az összevont adóalapra vonatkozik, és van neki egy felső korlátja is, ez mindig az előző év július hónapjára meghatározott nemzetgazdasági átlagkereset lesz. Ez 2021-ben 433.700 forint volt, tehát ez lesz a kedvezménynek a felső korlátja. Emellett fontos változás történik a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményében is. Akik ugyanis jogosultak erre a kedvezményre, azoknak nem kell évente új adóelőleg nyilatkozatot tenniük, amennyiben korábban ezt megtették, illetve olyan gyermek után veszik igénybe, aki már felnőtt, vagy aki után már legalább 12 éve jogosult családi pótlékra. A kedvezményeken túl a járulékok számítása is változik. Az általányadózó egyéni vállalkozóknak az adóköteles általányban megállapított jövedelme, de legalább a havi minimálbér után kell megfizetnie a társadalombiztosítási járulékot. Az őstermelőknél minimálbér 92%-a, tehát 184 ezer forint lesz a járulék alapja. A katásoknál az ellátási alap változik, tehát aki havi 50 ezeret fizet, annak az ellátási alapja 102-ről 108 ezer forintra fog növekedni, aki 75 ezeret fizet havonta, annak pedig 170 ezerről 179 ezerre forint fog növekedni. További változás, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 8400 forintra módosul, melynek napi összege 280 forint. Az adómértékek tekintetében pedig 3 fontos módosítás történt. A szociális hozzájárulási adó és az egyszerűsített közteherviselési adómértéke 13%-ra, a kisvállalati adómértéke pedig 10%-ra csökkent.